Ismét véget ért egy tanév. Szeretettel köszöntök mindenkit. Diákokat. Vannak itt? Vannak diákok? No, már nem is tanultok, de azért még fogtok. Vannak, akik ebben az iskolában már nem fognak tanulni? Vannak. A mai nap a ballagás napja. Tisztelettel, szeretettel, barátsággal köszöntök mindenkit, diákokat, majdnem azt mondtam, hogy tanulókat, mert nem biztos, hogy mindenki tanul, aki diák, de nagyon remélem, hogy minden diák azért csak tanul valamit, és tudjuk nagyon jól, hogy nem az iskolának tanulunk, hanem az életnek. Szeretettel köszöntöm az iskola munkatársait, pedagógus kollégákat, az iskola volt munkatársait, nyugdíjas pedagógusokat, és külön szeretettel, tisztelettel azt a tanárnénit, aki 50 évvel ezelőtt kapott oklevelet, hogy taníthasson. Egyszer-kétszer elgondolkoztam, hogy miért is van az iskola, aztán rájöttem, hogy igenis nagyon fontos. Van-e valaki, aki nem várta a tanév végét? Azt tartsa fel a kezét. Aki nem várta... No, hát akkor még gondolkodni kell, tanulni. Van-e valaki, aki várta a tanév végét? Nagyszerű, vártuk. Örülök. És ki az, aki várja a tanév kezdést? Nagyon jó, kitűnő, minél fiatalabb, annál inkább várja az ember. De jó, hogy vagytok, és jó, hogy van mit várni, és kell. Köszöntöm a ballagókat, akik már nem jönnek vissza diákként ebbe az iskolába. Öreg Halász bácsi mesélte nekem, sokszor elmondtam itt ebben a templomban is, a legkülönbözőbb helyeken, hogy atya el se tudja képzelni, hogy milyen fontos volt,
amikor mi abban az időben, amikor még nem volt radar, nem volt GPS, lent ködben hajóztunk a vízen, és a ködből egyszer csak az apátság kettős tornya feltűnt. Akkor tudtuk, hogy merre van az irány. Itt a tanév végén tulajdonképpen egyet szeretnék lelketekre kötni, különösen azoknak, akik ma elköszönnek az iskolától. Tudjátok mindig, hogy merre van a helyes irány. Az ember sokszor eltéved, föl kell nézni a toronyra, és akkor tudom, hogy merre kell menni. Köszönöm itt a pedagógusok munkáját, a pedagógusok segítőinek munkáit, karbantartók, takarítók, sütők, főzők, ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, milyen sok mindenre szükség van. Köszönöm az önkormányzat támogatását, és remélem a továbbiakat. Emlékül átadunk a ballagóknak most egy Szent Benedek érmet. Szent Benedek, aki szabálykönyvet, regulárt írt és adott a szerzeteseknek. Mi, akik felelősek vagyunk ezért az iskoláért most már 5 éve, mi Szent Benedek atyánknak szabálykönyve szerint szeretnénk az életünket alakítani. És ebben nagyon fontos a rend, legyek rendbe önmagammal. Legyek rendbe a társaimmal, és legyek rendbe az egész világgal. És egy másik nagyon fontos, nagyon sokszor idézem, keresd a békét, és járj utána. Ha rendbe vagy önmagaddal, akkor lesz benned béke. Ha rendbe vagy a társaiddal, akkor lesz a közösségben, lesz ebben a világban béke. Ehhez segítsen bennünket az Úristen, és kérném a 8-osokat, jöjjenek előre, hogy átadhassuk igazgató úrral együtt az emlékérmet, és ez figyelmeztessen benneteket majd, emlékeztessen benneteket arra, hová jártatok.
sólyom trombita játékát hallottuk, felkészítő tanára Verb Gábor tanár úr, orgonán kísért Mali Katalin. Most az emlékdiploma átadása következik. Felkérem Kocsisné Erzsi nénit, hogy mutassa be nekünk, hogy kit is ünnepelünk. Dr. Gömbös Sándorné Eszenyi Zsuzsannát, a mi Zsuzsanénénket a szülők nemzedékének nem kell bemutatni. Mindnyájan emlékszünk attraktív egyéniségére, lelkes, buzdító, fáradtságot nem ismerő munkájára. Hadd szóljak néhány mondatot az életéről. A pécsi főiskola elvégzése után 3 évig tanyasi, falusi kisiskolákban tanított, majd Kecskemétre és rövid idő múlva Szombathelyre költözött. Itt a tanítás mellett a tanárképző főiskola tanárjelöltjeivel is foglalkozott. Ahogy Szombathelyre, úgy Tihanyba is szállodaigazgató férjét követve került. Iskolánkban magyar nyelv és irodalmat, történelmet és rajztantárgyat tanított. 10 éven át volt aktív, hivatását elkötelezetten szerető, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt értéket, mintát, követendő példát adó kollégánk. Maradandó, kedves emlékeket hagyott maga után. Számos felvétel őrzi az általa összeállított és betanított hangulatos és nagy közönség sikert arató műsorokat, jeleneteket, de említhetném a vidám tanári farsangi szerepléseket is. Biztos többen emlékszünk az iskolát évekig díszítő nagyméretű képekre, amiket az ő irányításával közösen alkottak tanítványai. Nyugdíjazásáig a Klub Tihany animációs munkáját irányította. Jelenleg Szent Gotthárdon él családjában. 2 unokás nagymamaként 10 év óta a helyi tévében ő készíti a Mesepalota és az Idősek magazinja című műsorokat önkéntesként. Most is iskolás gyerekek veszik körül. Idén mutatták be a Petőfi János vitézéből forgatott tévéfilmet, melyet ő rendezett, és előkészületben van a Toldi adaptációja az Arany Bicentenárium tiszteletére. Mindezekért 2015-ben Szent Gotthárd közművelődéséért kitüntetésben részesült. Nyugdíjasként is vissza-vissza járt Tihanyi levegőt szívni, az iskola eredményeinek örülni, régi kollégáit megölelni. Zsuzsa néni, szeretettel köszöntünk aranydiplomát átvétele alkalmával. Isten szavakat, a köszöntőt, a meghívást. Ahogy az előbb hallották, 10 évig voltam itt ebben az iskolában. Sok-sok emlék fűz ide. 3-at szeretnék nektek elmondani röviden. Az egyikről már volt is szó itt az előbb, ez a bizonyos közös rajzolás. Elhatároztuk egyszer, hogy készítünk egy közös rajzot, mert sok gyerek mondta azt, hogy hát én nem tudok rajzolni, meg festeni, meg végképpen nem tudok, és akkor eldöntöttük, hogy bebizonyítjuk, hogy mindenki tud rajzolni. Majd segítünk egymásnak. Vettünk egy nagy csomagolópapírt, kiterítettük az aulába, és eldöntöttük, hogy most lerajzoljuk a Tihanyi félszigetet. Hát persze nem olyan pontosan, mint egy fénykép, de azért volt ég, meg föld, meg víz, persze. És akkor megbeszéltük a gyerekekkel, hogy ki lesz az, aki majd fákat rajzol, bokrokat, virágokat, jó sokat, meg hogy miket szoktunk nyáron csinálni, miket szoktatok nyáron. Kerékpározni, úszni, számháborúzni, nem tudom, szoktatok-e még számháborúzni. És azt is megbeszéltük, hogy ki mit fog rajzolni. Tudja, fát, bokrot, virágot, azt az általában tudnak a gyerekeknek, azért van, aki belefogott a
az alakrajzba is. Ezeket külön megrajzoltuk azért, hogyha elhibázza valaki, akkor leessen egy másikat. Egy másik embert, egy másik gyereket. Kivágtuk, és amikor már rengeteg sok fa, meg bokor, virág, meg alak összegyűlt, akkor kiterítettük az aulába, belehasaltak a gyerekek jól a papírba, és elkezdtük rakosgatni ezt ide, ezt oda, ide még kéne valami, ezt tegyük hátrébb, hozzuk előrébb, és a végén egy egész jó kis rajz kerekedett belőle. Ez annyira jól sikerült, hogy aztán eldöntöttük, hogy hát jó, ez most ez így nyár, de legyen tél is belőle. És akkor ugyanezt megcsináltuk télre is. Tehát lett egy téli táj, téli sporttal, hógolyóval, meg korcsolyával, meg mindennel, amit télen szoktatok csinálni. És kitettük az iskola falára. Hát én rendkívül élveztem az egészet, de azt gondolom, hogy a gyerekek is, mert szünetekben oda mentek a képezés, mutogattak egymásnak, hogy ezt én rajzoltam, ezt meg te rajzoltad, meg milyen ügyes vagy, sőt, amikor a szülők bejöttek délután, akkor azoknak is megmutatták, és kiderült, hogy mindenki tud egy kicsit rajzolni, mert így közösen egész jó kis rajz sikeredett belőle. A másik emlékem az Erzsi nénihez kötődik, mert ő találta ki, hogy egyszer, hogy hozzunk létre egy színjátszó szakkört. Én egész addig azzal nem foglalkoztam, de Erzsi néni rábeszélt, hogy fog ez menni, mert sok lelkes gyerek van itt. És tényleg úgy volt, hogy sokan jelentkeztek, évelején elhatároztuk, hogy melyik lesz az a darab, amit majd feldolgozunk, és betanultuk. De ez még csak hagyján, de készítettünk jelmezeket, készítettünk díszleteket hozzá, és tavasszal valamikor előadtuk itt a Tihanyi Művelődési Házban, de aztán úgy kedvet kaptunk, hogy elmentünk vidékre is. Úgyhogy az összes faluban, ahonnan gyerekek jártak, mindenhova elvittük a kis darabunkat, vittük, mint a vándor színészek, a dolgainkat, és mindenhol előadtuk. El kell mondanom, hogy dugig volt minden művelődési ház, és akkora tapsot kaptunk, hogy hát úgy éreztük, hogy mi most akkor nagyon ügyesek voltunk. És nagyon jó volt abból a szempontból is, hogy aki esetleg mondjuk matematika órán, vagy valamelyik órán nem volt annyira ügyes, az rájött, hogy jó így közösségben ezt megtanulni és előadni, és örülni a sikernek. A harmadik emlékem az a Tihanyi iskolához, csak a Tihanyi iskolához fűződik. Mint hallottátok, elég sok helyen tanítottam, sokféle tapasztalatot összegyűjtöttem, de van egy, amit csak itt tapasztaltam, és nagyon örültem neki. Gondolom, ez még talán ma is megvan, itt él ez a hagyomány. A mindenkori nyolcadikosok rettentő boldogan elmentek tőlünk. Persze világos, hát mindenkit vonz az új lehetőség. Eltelt a nyár, eljött a szeptember, vége, október eleje, és egyszer csak elkezdtek visszaszivárogni a volt nyolcadikosok. És megkerestek bennünket, és elmondták, hogy olyan jó volt itt. Jó a másik iskola is, de még idegenek vagyunk ott egy kicsit, majd biztos megszokjuk, de olyan jó volt itt. Most érezzük csak igazán, hogy mennyit törődtek velünk, mennyit gondoskodtak rólunk. És hát minket is eltöltött a boldogság persze, hogy nem hiába dolgoztunk, de az volt ebben a legérdekesebb, hogy a többi gyereknek, a hetedikesek, hatodikosoknak is elmondták, hogy milyen az új iskola, mire kell vigyázni, hogy kell felkészülni, és bizony a hetedikesek, hatodikosok a többieknek jobban elhitték, mint mi nekünk, hogy tanulni kell, hogy szorgalmasnak kell lenni, és azt kell mondjam, hogy én is akkor úgy éreztem, hogy jó volt Tihanyi tanárnak lenni, és a gyerekek pedig gondolom úgy, hogy jó volt Tihanyi diáknak lenni. Ezt kívánom nektek, hogy érezzétek mindig ezt, szeressétek az iskolátokat, és nyaraljatok jól, tegyetek jól, és gyertek vissza majd ti is a Tihanyi iskolába, vagy tanulónak, vagy tapasztalatot átadó öreg diáknak. Köszönöm még egyszer a kedves szavakat, minden jót kívánok! Thank you.
Álljunk fel mindannyian. Istenünk, köszönjük, hogy ma is együtt lehetünk. Köszönjük az elmúlt éveket. Köszönjük, hogy tanítottak minket igazságra, jóra, szépre. Tudjuk, hogy kincs az idő, az, hogy fel tudjuk használni azt az időt, amit majd ajándékba kapunk. Segíts, hogy helyesen tudjunk választani jó és rossz, igaz és hamis között, az, hogy egész életünkben mindig a jobbra törekedhessünk. Áld meg mindazokat, akik törődtek velünk, hogy gyarapodjunk tudásban, fejlődjünk emberségünkben. Segíts, hogy az előttünk álló években ne tévedjünk le a helyes útról. Mindannyiunknak adtál képességeket. Segíts, hogy képességeinket kibontakoztathassuk, és olyan világot építhessünk, amelyben béke és igazságosság, tiszta öröm és szeretet él minden emberben. Most pedig kérem, aki hite szerint velünk együtt tudja imádkozni, mondja, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A békesség Istene tegyen készségessé minket minden jóra. Munkálja bennünk Jézus Krisztus által, ami kedves előtte. Neki legyen dicsőség mindörökkön örökké. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindörökké. Amen.